hogy mindjárt a közepén kezdjük. Ugye túl van a 200. előadáson a Pár utcai fiúk, ami, ahogy mondani szokás, gombócból is sok. Hogyan sikerült ezt a szép előadás számot összehozni? Gondolom, nem csak Veszprémben történtek, gondolom, tudom a dolgok, hanem az ország több pontján felléptek vele. Valóban, hát 7 éve mutattuk be, hogy ebből tulajdonképpen másfél évet a Covid szépen kivett. Tehát lényegében 5-5 és fél év alatt jutottunk el a lassan 270. Már előadáshoz. 260. A 270. itt lesz Ajkán egyébként, december 27-én. Ah, megtisztelő. Épp a 270. Úgy jön ki a matek. Igen, pontosan akkor. Hát amikor bemutattuk, akkor lényegében egy engedélyt kaptunk a szerzőktől, akik ugye a Víg Színházban mutatták be az előadást, és a Víg Színház végül is belement abba, hogy mi végül nem is egészen... Végül is azt jelenti, hogy győzködni kell kicsit őket? Nem nekem, lényegében ezt a harcot a Déslaci vívta meg. Ez az egész ötlet, ez tőle eredt. Jó, hogy mellette Geszti Péter és a Grecsó Krisztián nagyon fontos... Jól hangzó nevek. De azért ez az ő projektje volt, ő ötlete, és hát végülis a zenék teszik érvényessé, hogy a Pár utcai fiúk Molnár Ferenc klasszikusa az zenés változatban is megállja a helyét. Először vidéki színházban, ugye nem is volt? És hát mi voltunk az első vidéki színház. Például. Ugye egy ideig Pest közelében nem mehettünk, ez így is van rendjén egyébként. Majd egyre közelebb jutottunk, tehát körülbelül olyan 50 kilométeres körzetben tart még mindig a moratórium, tehát azért 7 éve játsszuk, többszöri szerződés hosszabbítással. Ennek nyilván az az oka, hogy megnézik a szerzők és az őket képviselő ügynökség, hogy valóban van-e ennyi előadás. Vállalt a Pannonvár Színház egyfajta kötelezettséget, hogy már pedig... Nem vállaltunk ők. Hány helyen vagy? A legelsőt, igen, hogy a saját székhelyen mennyit mutatjuk, az első évadra vállaltunk kötelezettséget. Hát az bőven megvolt. Meg kell, hogy mondjam, hogy az elején kicsit megvolt a mélyedben, április végén mutattuk be, és nyáron volt már érdeklődés iránta, de még nem az az átütő. Azt hiszem, 5-ször játszottuk az azt követő nyáron, és aztán hirtelen híre ment, hogy ez jó. Nyilván a szerzők is hozzájátettek ehhez, és úgy hát terjed a hír. Persze tudom, hogy az elektronikus média időszakában vagyunk, de a szájhagyomány, és ha valaki látja és mondja, és ez terjed. Tehát ez olyan, mint a Covid. A filmben mutatók is így van szerintem, hogy hiába látom a reklámját, de ha hallom, hogy ez egy jó film, akkor megnézem. Hát igen, be lehet csapni sok mindennel, bemutatókkal is, darabrészletekkel, videóajánlókkal, be lehet csapni a nézőt. Itt végül is a puding próbálja mindig az evés, amikor ezt a több mint 3 órás előadást megnézi a néző. És hát vannak rekorder nézőink, akik már több mint 30-szor látták. Tehát, az elmúlt év végén volt egy dupla előadásunk Veszprémben, és mind a kettőt, egymást követünk egy család, hát szóval le a kalappal, vannak ilyen fanok, vannak mindig újak, és hát az, hogy 270-szer játszottuk, az biztos, hogy nem mindig ugyanaz az 500-800 ember nézi meg. Most, ha már színházi emberrel beszélek, akkor fölmerül a kulisszatitkok kérdése, ugye, hogy kicsit avasson be abba bennünket, hogy ugye rengeteg szereplője van a darabnak alapból, de ha jól tudom, ezek cserélődnek is, tehát képtelenség ennyi előadáson ugyanazt a stábot összehozni, főleg, hogy nem állandó színész társaságról van szó. Hát van egy mag, aki állandó, aki mind a 200 közel 70, ez egyedül a Szelle Dávid, aki a Bokát játsza. Rögtön a nyomába van a Kolnai Barabás kettős, tehát ez egy ilyen komikus kettős, a Molnár Edvin és a Ruf Roland. Ők azt hiszem olyan 8-10-zel vannak lemaradva, tehát ők is szinte. Már
már a csúcs közelében vannak, és hát vannak, akik, tehát muszáj forgatni a szereposztást, mert nagyon sok a külsős, akiknek egyéb kötelezettségeik is vannak. Vannak, akik amikor bemutattuk, még tagok voltak, azóta már csak vendégek, őket egyeztetik el az anyaszínházukhoz, tehát ez egy nehéz történet. Most egy nemrég látott promóciós filmben, és hogy közben vágok, láttam, hogy egy-egy szereplő több szerepben is feltűnik. Igen. Idővel, tehát néha se tudják pontosan, hogy melyik szöveget mondják, mert egy kis rövid zárat kell hozzá, színpad az előfordul, és nem tudom, kinek a szövege következik. Hát nekem most volt szerencsém beugrani a múlt hét végén, mint Rácz tanárul, nekem ez egyetlen nehézsége a szerepnek. És láthatják most is Ajkán, ugye, mint Rácz tanárul. Igen, igen, akkor leszek másodszor. Másodszor. Igen. Tehát én egy viszonylag stabil szereposztással láttam, de volt benne olyan 2-3 kollega, aki több szerepet is játszik a Pál utcai csapatból, de hogy mennyire pengén ott vannak, az akkor derült ki, mikor szemtől szembe állok velük a színpadon, ahol nincs mese. Ugye egyiket is ez a hóhérakasztása, amikor a rendezőbe áll a darabba, és nekem a saját egykori instrukcióimnak is meg kell felelnem. De nagyon nagy élvezet volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok a fiatal kollégák szemeiért, és azért a penge figyelemért, hogy kísérték minden lépésemet. Hál' Istennek nem tévesztettem, nem hagytam ki semmit, nem neveztem más, ugye, az illető szereplőket. Igen. Tehát végül is sikeres volt, de ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszik az, hogy érzem, hogy körülöttem biztonságban vagyok, bármi történik. Még az első fürdéskor járunk, ez tulajdonképpen egy humoros szituáció. Itt hangzik el a többi vörösingesek elől bujkáló társa szájából, hogy hű, ez a helyzet meleg volt. A Nemecsek szövege erre, hogy ez meg hideg volt, utalván a vízre. Az egyik előadáson elmérték a vendéglátóink, és nem hideg víz, hanem forró víz került a medencébe. Nemecsek Ernőnek minden színészi tudására szükség volt, hogy a hideg víz, ez hideg volt című mondat, kellő hitelességgel hagyja el a száját, mivel hogy alig bírta a forróságot. Hiába ígértem meg magamnak, hogy nem politizálok, mert nyilván van egy csomó áthallás ebben a darabban is, de a Molnár Ferenc a szerző lehet, hogy utálta a kommunistákat, már is egyet kérdezik, de a vörösingesek nem pozitív fényben tűnnek fel, és van ebben valami összefüggés, vagy ez csak az én lázámomban létezik? Hát ugye itt van egy játék, a Pál utcai zászlója az piros-zöld, tehát nem piros-fehér, de piros-zöld, de mivel nincsen zöld a csele nővérének, aki varja a zászlót, ezért piros-kék lesz, tehát van ezzel is egy kis játék. Hanem a vörösingesekre biztos, hogy Molnár Ferenc nem szerette a kommunistákat, ugye ő azért egy polgár és egy tőkés, tehát ő azért elég jól élt a teljesen megérdemelten a szó szerzői sikeresség. Igen. Nem valószínű, de én nem tartom valószínűnek, tehát semmilyen... Akkor ezt csak én képzeltem. Én inkább a Molnár Ferencet ismerve a munkásságát, és inkább kacsintás van benne. Tehát nincs konkrét politikai utalás. És ma sem lehet játszani ezekkel a szimbólumokkal. Tehát nincs... Az első rész vége, az például a vörösingeseknek az indulója, fölveszem a vörös. Se emberrel nem találkoztam, aki mondjuk valami politikai propagandát tűnt volna. De mert nekik ez a színük. Hát látjuk, hogy minden mozgalom választ magának jelképeket, színeket. Hát Istenem. Említette az elején, hogy volt, aki 30-szor... vagy többször is megnézte ezt az előadást, innen is tiszteletem neki, de biztosan élvezte mind a 30-at, azért ment a 29. után is az előadásra. Az a jó a színházban, ugye, hogy minden előadás más, tehát nem egy film. Vagy a szereplő más, mert más szereposztásban játsszák, vagy nehogy Isten elbakizik valaki valamit, tehát élő az egész. Az Ajkai előadás elé milyen
előérzete van azzal együtt, hogy az egyik főszereplő viszonylag új lesz. Igen, igen, hogyha rám célosztok. Igen, igen, igen. Igen, valóban, de hát ráadásul ugye a babona, hogy a beugrás az rendben van, de a második előadás az a... Az, de nem ad, szóval folyamatosan ismétlem magamban a történetet, meg hát azért végül is, ugye én rendeztem, láttam legalább 150-szer a 270-ből. Tehát a véremben van, ha nem is feltétlenül a Rastanarus szövegeire figyeltem az egészre, de hát a hangok, a végszavak, a hangsúlyok ott vannak a fülemben. A különlegessége az lesz, hogy akármilyen szereposztásban jövünk Ajkára. Nem mindegy, többször volt, ugye? Nagyon sokat játszottuk itt is. És úgy látom, hogy van érdeklődés, és ezt buzdítani is szeretném, hogy jöjjenek, nem csak miattam, hanem nagyon-nagyon erős valamennyi ifjú beálló. Nem lesz debütáns rajtam kívül, én csak másoddebütáns leszek, tehát nem lesz valódi új szereplő. Tehát valamelyiket biztos, hogy már látták valamelyik szereposztást. Én úgy gondolom, hogy az alap csapatunk, most függetlenül attól, hogy a Szelle Dávidon kívül ki hányszor játszotta, azért van egy mag, akik bárki, ha új érkezik, új ember, akkor ott vannak rajta, mellette. Hát ilyen volt például a Nemecsekből kettőnk van, de igazából most már csak egy, mert a Szente Csabi, aki kezdte, ő most olyan típusú állásban, hogy elég nehezen tudják egyeztetni, tehát a Havasi Tomi játsz a zömében, de ő is együtt a Bokával, a Dáviddal olyan gerincet alkotnak, és még hozzá Kolnai Barabás kettős, tehát ott nincs mese. A tanárodnak az a nehézség, hogy egy kicsit fényezzem magamat a szerepének, hogy ez az egyetlen, aki nem a juniorok közé tartozik, nem az ifjak közé tartozik, de valami, a tanár úr iskolai szellemiségéből valami ragad ezekre a pár utcaiakra. Valamiféle szigor, valamiféle megértés, valamiféle tekintélyelvűség, és ez úgy, ha ez nincs meg, akkor nem értem, hogy mitől ilyenek ezek a gyerekek, hogy egyszer csak polgárgyerekekből szembe a grundot elfoglalni kívánó, hát egy társadalmi osztályon lejjebbi vörösingesekkel szemben felmerik venni a versenyt, akár fizikailag is, sőt, ugye végül is ez. Bocsánat, még egyet tegyek, mi a vonzereje? Tehát az, hogy itt nincs mese. Tehát az, hogy el kell énekelni, el kell táncolni. Azóta nyugdíjba ment a koreográfus, bocs, hogy körbevágok, de egy kiváló Kramer koreográfiát is láthatunk a darabban. Így van. Nagy kihívás volt, mert nagyon a Víg Színházi ősben mutatott, azt is egy jeles kollégám, akivel dolgozunk együtt, Horváth Csaba csinálta. Tehát ez egy ilyen jó kis baráti meccs volt, bajuszméregetés. Tehát azért a csata részben ott összecsap az idősebbik pásztor, összecsap a Boka és a Nemecsek, a Boka és a Ács Feri. Igen. Tehát azért ott a fizikai teljesítmény az letagadhatatlan. Tehát bottal birkózva, egymásra földhöz verve, farakásokhoz ütve, tehát azért ez nem tréfa. Fizikailag sem akármi. Apropó pedagógia, tanár úr nevelés, kapott-e visszajelzést esetleg pedagógus körökből, vagy éppen ilyen foglalkozású embertől, hogy na hát, ez igenek, akkor még aztán lehetett rendet teremteni, volt szigor, most már a gyerekek abszolút nem ilyenek, bár bizonyos vonatkozásban az ifjúság mindig ugyanolyan, tehát megmérettetette ilyen terepen is. Hát még nagyon friss, tehát a múlt szombaton mutattuk be, tehát ilyen típusút nem kaptam. Az biztos, hogy ha egy kutyaütő ráctanár úr van ott, akkor biztos, hogy kaptam volna
és joggal. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert bár ő nem vesz részt ebben a mérkőzésben, de többször utal rá, hogy valami nem stimmel önnek kerülni, valami mozorog maga, valami az ördög bújt magukba, van. Tehát érzi ő, hogy ez mi, hogyha erkölcsiséget, szellemiséget nem tanulnak a fiatal, és ez ma is így van. Mondom, és a tanárokban óriási tetre a kalappal a jó tanárok előtt, mert az egy életre kért. Én is emlékszem az összes jó tanáromra, nyilván aki kevésbé volt jó, arra kevésbé ott az emlékeket fel kell. De hála Istennek én bővelkedtem általános iskolában, meg középiskolában, de ez egyetemen is kiváló tanáromban. Végére adtam a desszertet. Ugye elhangzik ebben a darabban egy sláger, ami sláger lett azóta, egy D-s nóta, és tüntetéseken is éneklik, és önálló életet élt. Azt hiszem, D-s László úgy fogalmazott az általán látott filmben, hogy kitört a darabból és a színház falai közül, és önálló életbe kezdett. Ezt milyen érzés megélni, vagy jelent-e valami felelősséget, vagy esetleg terhet? Ez kétszer hangzik el a darabban, egyszer a második rész közepén, amikor elhatározzák, hogy megmérkőznek a vörösingesekkel a Pál utcaira, majd a legvégén, mint finálé. Tehát nem érhet véget azzal egy darab, hogy meghalnának csak, és lebontják a grundot, és akkor vége a világnak, hanem valami a grund szellemiségéből, úgy, hogy talán egy kicsit a Rácz tanár úrból is, a fiúkban, a grundból, ebből a megharcolt hazából, mi ott él tovább bennük. Ez az egyik felemelő, mert mindig felállva tapsolnak. Most legutóbb elkezdődött az első hang, és már felpattam. Esetleg énekelnek a nézők? Énekelnek, tehát nagy versenyben vagyunk velük. Tudják a szöveget is. Egyrészt ugye a dal nagyon karakteres. Van egy jó ritmus, amire nagyon könnyű rámenni. Nagyon könnyű tapsal rámenni. Jó hangfekvése. Nagyon jó a hangfekvése. Van egy kis Bob Dylan-es feelingje. Egy gitárral indul, és ugye aztán betúsul. Több szólam. Himnusz jellege van, induló jellege van. Az is hozzátartozik, hogy ugye a darab sokáig készült, és a sláger rádiókba a fő sláger, ami tehát mi vagyunk a grund, az már megszólalt a darab létezése előtt. Tehát már előtte sláger lett. Mint egy promóció. És az az óriási előnye még ennek a dalnak, hogy nincs, ebben sincs semmilyen konkrét politikai utalás, hanem arról van szó, hogy valamiért, ha valamiért élni érdemes, az a félelem ellen élni, és harcoljunk meg a hazánkért. Ez most tök mindegy, hogy az egy kicsi grund. A közösséghez tartozásért, a barátainkért, a honfitársainké való kiállás. Ezt mondjuk most október 23-án, még a felveszik, még meg szebb elmondani. Nagyon szeretném megköszönni mindenkinek a beletett munkát, ebben 200-ban azon kis benne van a munkája, aki csak 10-et teljesített, pedig önnek kevesebbet. Tovább megy. Rossz hírem van. Nagyon sok előadás lesz belőle. Nyáron is tele vagyunk, hála Istennek. Köszönjük! Jó volt ezt készíteni, jó volt a srácokkal együtt, jól működött a csapat, jól működött az anyag, jól áll nekik, szerintem nekünk is jól állt ezzel foglalatoskodni, ez szerencsés csillagzat alatt született.